Az iskolán 13 éve tanít már sífutást, és 2007 óta tanítjuk a Nordic Walkingot is. Eddig bent a városban, illetve a Normafánál, a Városligetben oktattunk, és az utóbbi egy évben újra versenyzői múltam után újra találkoztam Holéci Beával és Hiber Mónikával, és velük kezdtünk el beszélgetni arról, hogy milyen jó helyszín Budakeszi, és hogy itt is lehetne a Nordic Walkingot oktatni. Így jött az ötlet, hogy ők nagyon szívesen csinálnák, és beszállnának ebbe a sportnak a népszerűsítésében. Miután nekik a versenyzői múltjuk és tapasztalatuk, az edzettségük megvan ahhoz, illetve a tudásuk, hogy hogyan kell ezt oktatni, így nagyon jó partnerekre találtunk ebben. Móni, te vagy ennek a Nordic Walkingnak a megálmodója, de a nézők nem biztos, hogy tudják, kérlek, mesélj el, hogy mi ez pontosan. Hát a megálmodója az kicsit túlzás, de én azt gondolom, tehát visszatérve arra, hogy mi ez. Ez egy séta, amit segítenek a kezünkben lévő botok. Ezek hajdanán síbotok voltak, és igazából sífutásra használták őket. Napjainkra már kifejlődött egy külön sportág, mondjuk így. Elsődlegesen azért fejlődött ki, mert rengeteg olyan volt, aki problémája miatt már a futásra esetleg nem volt alkalmas, nevezzük ízületi, vagy bármilyen olyan túlsúly és egyéb ártalomnak, ami miatt a futás lehetetlenné vált, és így egy eszköz segítségével tulajdonképpen ők is élvezhetik a környezetben ezt a sportot, és akkor itt szeretném is megragadni az alkalmat, hogy ezt a sztereotípiát, hogy ez csak azok, akik már valami műtéteken estek keresztül, és akik túlsúlyal küzdenek, hogy csak ők űzhetik, mert ez nem így van. Tehát mi magunk, se az Ani, se a Bea, sem én, semmilyen ilyen jellegű dolgon nem estünk még át, viszont a versenyzői múltunkból fakadóan azért vannak problémáink, akár ízület, akár ilyen egyéb láb problémák. Abszolút jó ez a sportág arra azoknak is tényleg, akik fogyni szeretnének, azoknak is, akik az állóképességüket szeretnék fejleszteni, tehát tulajdonképpen nincs olyan korosztály, akinek ez ne lenne jó. Ezt lehet úgy is űzni, hogy mondjuk, hogy extrém sportág váljon. Tehát mondom még egyszer, hogy ez, hogy csak azok, mert általában idősebbeket látunk ugye síbottal közlekedni az erdőben, vannak fiatalok is, akik, és aki még nem próbálta, az nem tudja, ugye, hogy ez igazából élettanilag mit jelent. Kevesen tudják, hogy a futás az egy nagyon jó sport, mert szinte mindent megmozgat, viszont a Nordic Walkingnál 96%-a az izmainknak mozog. Tehát az, hogy a karunk is lendületesen, ütemszerűen jár a testünk mellett, ezzel nagyon jól föl lehet emelni a pulzus számot, a vérkeringésre nagyon jó hatással van, nagyon jól lehet testsúlyt csökkenteni, mert pont bent lehet tartani abban a zónában, amikor zsírégetés történik. Úgyhogy igazából azt kell, hogy mondjam, hogy a kisgyerekeknek nem erőket ez még nem köti le, tehát meg kell érni erre így korban, de tulajdonképpen 10 éves kortól ez már abszolút mindenki számára elérhető. Aki ki szeretné próbálni, ez hol talál meg benneteket? Kedden este 6 órakor és szombaton 9 órakor találkozunk Budakeszin a Mamut fenyőnél. Egy ilyen edzés alkalmával mi történik pontosan? A 10-15 perc bemelegítés óra előtt, mindig Nordic Walking bottal, utána attól függően, aki még nem volt oktatáson, ő legalább 2-3 alkalommal alapoktatáson vesz részt, ahol elsajátítja a technikát, és utána pedig lehet menni terepre, ezért van mindig két oktató, hogy egy oktató foglalkozik, akik még nem csinálták ezt a sportot, tehát a technikát tanulják meg, a másik oktató pedig kimegy velük terepre, és ott, amiről a Móni beszélt, hogy a pulzus számot meg kell növelni ahhoz, hogy, ezért terepre kell kimenni, az egy olyan 1 óra 15 perc, 1 óra 30 perc, és utána, amikor megérkezik mindenki vissza, akkor az óra végét egy nyújtással, lazítással zárjuk. Köszönöm szépen, és egy utolsó kérdés, aki el szeretne jönni, az hogyan, mivel készüljön, illetve mit hozzon magával? Hát nagyon egyszerű ez a sport, úgyhogy igazából egy kényelmes cipő kell hozzá, kényelmes ruházat, hogyha valakinek van botja, azt hozza magával, hogyha nem, akkor az a helyszínen bérelhető 200 forintos összegér. Ami még nagyon fontosnak tartok, ugye mondjuk, hogy a legtöbb anyukának ugye problémája az, hogy a csemetét nem tudja addig hova tenni. Tehát ő úgy érzi, hogy amíg ő elmegy sportolni, addig otthon vagy a gyerekkel, vagy szalad minden szana szét, tehát egy ilyen lelkiismeret furdalás van a háttérben. Úgyhogy mi ezt azzal szeretnénk kiküszöbölni, hogy az edzések időtartama alatt, ugye amik általában ez a nettó 2 óra, az a gyerekfelügyeletet is biztosítunk, tehát szakképzett pedagógus, aki a gyerekeket addig tulajdonképpen így moderálja, játszik velük.